Sziasztok! A Mi a Kágyik újdonságát fogjuk megkóstolni, illetve hát kérdés, hogy mennyire újdonság, azért már egy ideje lehet kapni. Ez ugye a Mi a mogyorókrém, vagy mindegy, minek hívjuk. Ő egy ilyen mindenki számára ismert, ugye Nutella-szerű újdonság. Tessék itt a kés. De ez még gyerekkoromból olyan jól bevált. Ja, hát csak azzal, igen, hogy ne kelljen hozzányúlnod a... Ja, de jó, nagyon szép folyamos, hát akkor el is indult, azt hiszem, hogy ha... Jó, mondjuk ugye azt tegyük hozzá, hogy kellemesen meleg környezetben tároltuk. Fog, igen, nem tudom, hogy most egy Nutella, nem tudom, hogy van-e itthon, mert kíváncsiságképpen megnézem, hogy ahhoz képest mennyire olvad. Én addig kenek egyet neked is. Jó. Van Nutellánk, tehát van összehasonlítási alap. Jó, még azt jutott eszem, hogy ha gondolod, gyorsan bedobhatod a hűtőbe egy pár másodperc. Ugyanígy a lakásból van. Egy másik kép is hozok a Nutellának. Ja, hasonlítsuk úgy össze? De igen, csak kíváncsiságképpen, hogy amúgy egy Nutella ehhez képest mennyire folyós. Tehát, hogy ez tényleg a hőmérsékletnek. Hát figyelj, azért ez a Nutellának ugye itt megolva, tehát ez a valamilyen vajrésze kint van, de azért ez az olvadási szint. Szerintem, hát igen, tudom, kicsit, látszik, igen, keményebb. Tehát, hogy jó, ez, hát ez nem baj, nem az, más az összetétel. Ennyi, nem baj, jó is az úgy, hogy van különbség. Én azt mondom, hogy akkor én meg is kóstolom ezt. Jó, addig én pedig megszagolom ezt. Jaj, illata nagyon finom, igazából jó, hogy itt van mellette rögtön nekem a Nutella, mert szagold meg majd te is mind a kettőt. Tehát nagyon... Hasonló illatuk van nekem, még beugrott gyerekkorunkból a kicsit hirtelen a Milky Way íze is. Mm-hmm. De aztán lehet, hogy mivel nem szagolgattam eddig sem a Nutellát sem, lehet, hogy arról is az ugrott volna be, mert hogy nagyon hasonló a kettőnek. Ugyanezt tudom mondani, hasonló a kettő, és finom. Tehát, hogy én ezzel elégedett vagyok, nincs bennem ilyen csalódottság érzés, míg csak úgy külön kipróbálom, hogy egy kicsit csak a krémből így a... Amúgy érdekes, hogy nézd csak a teteje folyik ennyire, mert nézd meg, milyen szépen megmarad a... Akkor csak nem ugyanúgy jártak, mint a Nutella, hogy tehát, kijött hogy a tetején ez a... Uh-huh. Nem, de hogy így lehet, hogy nem az egész hát, olyan. De várjál, akkor tegyünk mellé egy Nutellásat is, és kóstold meg akkor te ezt is, azt is. Rád bízom, hogy kenned. Akkor én megkenem először ezt, de nem ha akkor az hozok neked enni. Is még egy ilyen... Nem kell, rád bízom akkor ezt, megkenem neked. Mert hogy alapjában véve én szinte nem érzek különbséget, tehát így, hogy most így az alján megkeverted, és látszik, hogy tényleg hasonlóan... Addig, ha gondolod, nyald meg a késről a külön az egyiket és a másikat, te neked akkor legyen ez a kóstoló próbád, hogyha gondolod. Jó, végül is a két kés megtisztíthatom. De érdekes, hogy tényleg nem érzem én sem azt, hogy tehát a Milka ízvilág abszolút nem jött meg nekem, tehát hogy ez a abszolút egy ilyen mogyoróval, és nem a Milka íz nekem. Igen, hogy értsek. Igen. Tehát ez csak a négy. Nyaltam a Milkásat közben, és itt akkor mindjárt jön egy kis Nutella. Nálam is most jön a Nutella. Hát megmondom neked őszintén, hogy a Nutella picivel pár csak édesebb, és ennyi. Tehát gyakorlatilag nem tudom árban hogy vannak, de ha azonos árban vannak, akkor én azt mondom, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy melyiket veszik meg. De nem lett egy rossz termék, érdekes irány. De annak, aki a Milka ízvilághoz szokott, aki Milka ízeket várna, annak viszont azért lesz némi csalódottsága. Igen, mert hogy ez, nem olyan. Így van. Azt tegyük hozzá, hogy ezt egyébként te Németországból vagy Ausztriából hoztad, és a mi tapasztalatunk az, hogy az osztrák, tehát akkor pár... külföldi... Igen, tehát a külföldi édességeknek azok máshoz mindig más az íze, így van. Mert ugye elvileg ugye a helyi szokásokhoz igazítják. De lehet, hogy ebben a recept egyébként pont ugyanilyen a magyarnál is. Mi most ezt így összehasonlítva azt mondjuk, hogy nincs a kettő közt igazából igen. Jelentőség. Én azt mondom, hogy bátran próbáljátok ki, így van, ahogy mondtuk, milyen kajelményt nem fogtok kapni, legalábbis ezt a klasszikus milyen kajelményt, de
De teljesen rendben van, tehát, hogy nem az a, tudjátok, ilyen gagyi... Igen, ilyen no-name, tehát ez nem az az eset volt, amikor megpróbálnak eladni egy... Gagyit egy jó névvel. Úgyhogy a márkához hűen valóban finom, úgyhogy bátran megpróbálhatjátok ti is. Ha kíváncsiak vagytok más nyilka érdekességre... Meg ha megkóstoltátok, írjátok meg kommentbe. Így van. Ilyen. És ha kíváncsiak vagytok más nyilka érdekességre, akkor nézzétek meg a többi videónkat, hiszen kóstoltunk például a limitált szériás új három nyilkából is, illetve sok egyéb érdekességet igen, is találtok. Még külföldi nyilkánk is elvileg, talán így van. Itthon. Reméljük, hogy tetszett a videó, kövessetek minket itt a YouTube-on, iratkozzatok föl, illetve a Facebookon, az Instagramon és természetesen a blogunkat is nézzétek. Sziasztok! Sziasztok.